Sziasztok! Sziasztok! Én Adri vagyok. Én meg Peti. És most megmutatjuk nektek Noszvajt, az ország glamping központját. Kettőben jöttünk ki Noszvajregerből. Édesanyám volt a 16. Magyarországon, akinek magánpanziós engedélye volt. Tehát mi azért a hőskorban kezdtünk el vendéglátással foglalkozni. Amikor mi panziót nyitottunk itt, akkor mondta is mindenki, hogy vagyunk normálisak, hát ki fog ide jönni. A falusi turizmus, mint olyan, nem volt egy közismert dolog. De Noszvaj ebből a szempontból egy különleges hely, mert hogy itt több kastély is lett átalakítva, illetve volt a turistaház fönt a tóparton, ami ilyen klasszikus bakancsos turistaház volt. A Síkfökúti régió pedig mindig is egy ilyen kiránduló központja volt. Az egriek is rengeteget jártak ide kirándulni. Tehát gyakorlatilag idegenforgalmi szempontból egy ismert település volt Noszvaj, csak az a típusú vendéglátás, amit mi csináltunk, az volt teljes újdonság. Most 25 éves a Nomád, de eredetileg kempingként indultunk el, mert ugye a rendezési terv szerint ide azt kellett csinálni. És aztán lett belőlünk szálloda, meg lett étterem, meg aztán kinőttük a kempinget, de akkor indult el gyakorlatilag ez a glamping őrület tőlünk nyugatabbra, és hát mi így az első közt csaptunk le a lehetőségre. Pontosabban az történt, hogy nálunk volt a svédnek a nagy rendezvénye, a Stílusos Vidéki Éttermiségnek az éves nagy rendezvénye, és akkor mindig kell egy tematika, és mi azt találtuk ki, hogy akkor legyen glamping. Fogalmunk nem volt róla, hogy mi ez a glamping, de nagyon jól hangzott. Kitaláltuk ezt az egész vonalat, hogy akkor berendezzük a kertet ilyen nagyon-nagyon hangulatosra, meg sátrakat rendeltünk az eBay-ről, és ilyen NDK katonai sátrakat, és akkor azokat rendeztük be szálláshelynek, és viccből, tehát nem gondoltuk komolyan, csak akkor a sikere volt a rendezvény alatt ennek az egész történetnek, hogy gondoltuk, hogy akkor csinálunk ilyet valósban. Következő évben már megnyitottuk Magyarország első glampingjét, akkor még ezekkel a vicces katonai sátrakkal, illetve a jurtával, és hát olyan sikere volt ennek az egész történetnek, hogy elkezdtük komolyabban venni, és akkor már lettek épített sátrak, akkor egyszer lett véletlenül egy ilyen buborékunk, ami óriásit robbant így a piacon, és aztán azt is úgy gondoltuk, hogy meg kéne csinálni rendesen, nem csak úgy játékiból, és akkor már saját tervek alapján nekünk gyártatva készültek el a buborékok, amik most már 3 évesek, tehát ez a 3. szezonjuk, és úgy érezzük, hogy még jó pár év van ebben a lehetőségben, mert hogy elképesztő érdeklődés van a buborékok iránt. Maga glamping szó, ugye glamorous camping, az valójában utal is arra, hogy ez egy ilyen luxus kempingezés, és megpróbáljuk azt a luxust, vagy azt a kényelmet nyújtani, amit egyébként egy szállodai szóba tudna adni. Na szóval... Ó, megjött a fröcsi. Köszönjük szépen. Még így munka közben is. Azért meg csak minket a romantika, nem? Ezen a helyen. Hát nem csak megcsapott a romantika, hanem lebaszott egyet. Igen. Nagyon-nagyon meglepett az itteni gasztró, ugyanis egyáltalán nem volt kiemelve, és nem is hallottam az itteni gasztró fontosságáról, mert hogy a hely, meg a glamping, meg a környezet annyira elviszi a dolgot, hogy azt gondoltam, hogy nem is foglalkoznak ezzel ennyire. Nem fine dining van, nem is az a bistro fine, amikor így még meg kell fejteni egy picit az étel, de nagy adag, hanem ez a tökéletes. Ismerősek az ételek, de valami fantasztikusan vannak elkészítve. Nagy részük a hátsó kertből leszedett alapanyagokból készül. Könnyékig vagyok hatódva. Hát ez anya főztje, Luxiba. Igen. Ami érdekesség ezen a helyen, és nyilvánvalóan az összes ételt, amit kóstolunk, be sem fogjuk szerintem mutatni, de folyamatosan valami olyat tesznek elém, anélkül, hogy megkérdezném, hogy mi lesz a menü, amit kívánok. Vagy lehet, hogy ahogy elém teszik, attól kívánom meg, de tegnap a gyümölcslevestől volt a modáig, ma, ahogy megjelent ez a tányér húsleves, akkor azt mondtam, hogy igen, pontosan ezt tennék. Mind a lakodalomba. Jaj, hát mit egy álom, nem? Ez egy örökség, ahogy mi a vacsorát csináljuk. Ugye az első séfünk a szállodában az az édesanyánk volt, aki Isten igazán kiválóan főző, ő tanárnő volt egyébként,
de iszonyatosan jól főzött, rendkívül kreatív volt, és egy dolgot nem szeretett, hogyha megmondták neki, hogy mi valaminek a receptúrája, úgyhogy ő saját érzésre és hirtelen felindulásból főzött, úgyhogy soha nem tudtuk, hogy mi lesz a vacsora, vendégek se tudták, hanem amihez éppen aznap kedve volt, akkor azt megfőzte, és ez mind kikerült az asztalra a vendégek elé. Ezt valamelyik vendégünk nevezte traktának, és azóta tartja magát ez a szó, tehát tartjuk ezt a tradíciót is, amit anya csinált, hogy ugye, igyekszünk nagyon szezonálisan főzni, igyekszünk többféle kritériumnak megfelelni, amikor összeállítjuk a napi menüt, de az a lényeg, hogy nálunk nincs à la carte étkezés, hanem amit éppen aznap főzünk, az ugye több variációban létezik, és akkor ha valaki azt mondja, hogy ő szeretne traktázni, akkor gyakorlatilag minden, ami aznap a konyhán készült, az kikerül az asztalra. Az előbb mondtad, hogy arra nem is gondoltál, hogy itt mennyire, vagy hogy jó lesz a kaja, vagy mennyire lesz jó, de hát a stílusos vidéki éttermiségnek ez a lényege. A Nomád az a Svétnek az egyik alapító tagja. Szóval többek között onnan indul ki ez a dolog, hogy el akarják hitetni velünk városiakkal, hogy vidéken is vannak legalább olyan jó éttermek, mint a városba, és abszolút. Úgyhogy ha ide jöttök, akkor tényleg nem csak arra kell számítanotok, hogy gyönyörű lesz, és glamping, és vintage, és falusi hangulat, de szuper luxusba, hanem elképesztően jó fogások. Tényleg. És nem tudom, hogy ez mennyire igaz vagy sem, hogy érződik-e valami, hogy szeretettel készül, de... Ennek szeretett íze van, abszolút. De olyan. Ha szeretett allergiások vagy, akkor kiütésetek lesz, és meg is haltok. És már itt is állunk egy noszvai barlang lakásnak az ajtajában. Gyakorlatilag ez volt a szálláshelyünk a Nomád Hotel után. Noszva egy kicsit olyan, mint hogyha az extrém szállásadók Mekkája lenne. Tehát itt a barlang lakástól kezdve a luxus kempingen áll mindent meg lehet találni, ami nem annyira jellemző az ország többi pontján. Igen, és program is van azért bőven. Azon kívül, hogy az ember élvezheti akár a glampinget, vagy élvezheti azt a barlanglakást, amit választ magának, azon kívül azért sok mindent lehet csinálni így a településen. Tehát például megnéztük a művésztelepet, ami a barlanglakásokhoz kapcsolódik, és egy kicsit más arcát mutatja meg ennek a dolognak. Itt a déli bükkaján a könnyen faragható tufakőzetet mindenhol kihasználták az itt lakók. Elkészítették a kőbe vájt barlanglakásaikat, amiket úgy kell elképzelni, hogy hasonlóak a vidéken, az Alföldön a régi hagyományos osztatú, kétosztatú, háromosztatú parasztházakhoz. Ezeket a barlanglakásokat egészen a 70-es évekig lakták a falusiak, utána ugye azért megváltoztak a életkörülmények, és jó részt beköltöztek a faluba, megépítették a fennálló házaikat. Mi a 90-es évek végén, 97-ben érkeztünk ide barátaimmal. Most 11-12 darab barlanglakásunk van. Egy művésztelepet alakítottunk ki. Nyaranta vendégül látunk alkotókat, ilyen tematikus szimpóziumokat szoktunk szervezni. De rendszeresen itt vannak a Eszterházi Károly Egyetem természetművészet szakos hallgatói is, akiket tanítok. Aki ide vetődik, az nem tud a kőkultúrának ezekről az emlékeiről, hiszen ez igazándiból régen a szegénységgel lett összekapcsolva ez a barlanglakásokban zajló életforma. Annak ellenére, hogy Európában meg a világon számos helyen találunk ilyet. Tehát Olaszországban, Spanyolországban nem kell messzire menni, egész városok, falvak vannak, ugyanúgy, ahogy itt a déli bükkaján is megcsinálták az emberek ezeket. És még mondjuk a glampingben teljes ellátást is kérhet az ember ennél a háznál, meg mondjuk magának rakhat tüzet, főzhet, és egy kicsit jobban elvonulhat. És jártunk egy nyitott gazdaságban, és ahol különböző állatokat lehet simogatni, akár egy őzet is, és kameruni bárányokat, fűrjeket, és bébi fácánokat is meg tudunk tekinteni, és kóstolni is.
természetesen ugye itt a Bükk is, tehát kiránduljatok. Hogyha szeretnétek egy kis útmutatást egy jó kiránduláshoz, akkor a Forrás túra egy kitűnő 7,5 kilométeres túra, ahol források és kutakon keresztül fedezhetjük fel a Bükköt, és rászállt egy régy az objektívre. És akkor még nem is láttuk az egész falut, mert van itt kastély, borászat, pincesor, amire nem is jutott időnk, de nektek legyen. És remek program lehet a meseút, vagy a pajzán meseút, ehhez gyakorlatilag vezető sem kell, és nem belépőt kell megváltani, hanem csak egy kulcsot visz magával az ember, és felfedezheti ennek segítségével Noszvaj különböző látványos pontjait. Itt van a láda, amit mi keresünk. A klasszikus mese ládák, azok ilyen sárga oszlopon állnak mindig, és ezek is a város különböző nevezetességeihez kapcsolódnak, ott vannak elhelyezve, hogyha az ember az összes mese ládát végigjárja, akkor gyakorlatilag felfedezi egész Noszvajt. És akkor jöjjön az igazság pillanata. Wow, ajándékocskák is vannak benne. A meseút oldalán felhívják a figyelmet rá, hogyha az embernek van kedve és szépen felkészült, akkor hozhat akár játékokat is bele, kis apróságokat, amit itt hagyhat másoknak, és akkor te mondjuk akár elviheted ezt a kis autót. Elvisszük. Nem visszük el, mert nem hoztunk helyette semmit. Bakancslistát készítésekor ne arra koncentrálj, hogy mit szeretnél csinálni, hanem arra, hogy mitől félsz, és tedd meg ezeket. Ó. Jó. Jó. A mesén kívül egy-egy ilyen kis kedves próbatétel is van benne. Jó pofa. Igen. Nem? Igen. Ha tetszett ez a videó, és még többet megtudnátok Noszvajról, akkor menjetek át a Rókaland csatornára, ott egy kicsit lazább, vlogosabb stílusú videót találhattok tőlünk, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!